Segítség a rászorulóknak. Ételcsomagot kapnak Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő három évnél fiatalabb, hátrányos helyzetű gyermekek. Csökkenhetnek a támogatások, megmaradhat 2020 után is a közös európai agrárpolitika rendszere, de kérdéses, hogy mekkora lesz a támogatás Magyarországra eső része. Egységes informatikai rendszer. Az országban elsőként sikerült megyei szinten létrehozni egy olyan adatbázist, amelyre a négy megyei kórházban ellátott páciensek kezelési adatai kerülnek fel. Ételcsomagot kapnak Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő három évnél fiatalabb, hátrányos helyzetű gyermekek egy uniós támogatású program segítségével. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára jelentette be Vásárosnaményban, az ételosztás első helyszínén. Cibere Károly az 1 milliárd forint keretösszegű program keretében szervezett csomagosztáson elmondta, az egyelőre három megyében elinduló, az év végéig tartó projekt körülbelül 12 ezer, három évnél fiatalabb gyermeket érint, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és nem járnak bölcsődébe. Mi azokról is szeretnénk gondoskodni, és azokat is szeretnénk támogatni, akik nem rendelkeznek ilyen jogviszonnyal, tipikusan ilyenek a három évnél fiatalabb, de bölcsőben nem járó gyermekek. Abban a három megyében, ahol a program most ezekben a napokban elindul, tehát Hajdúban, Szabolcsban és Borsodban, ott 12 ezer ilyen gyermek van. Róluk sem mondhatunk le, őket se szeretnénk az útszélén hagyni, ezért fontos számunkra, hogy ők is részesüljenek egy ilyen segítségben. Ez a rászoruló személyeket segítő élelmiszerprogram őket és az ő családjaikat segíti. Az érintett gyerekek és családtagjaik minden hónapban egy 8000 forint értékű ételcsomagot kapnak, amely például jó minőségű konzerveket, bébi ételt és tésztaféléket tartalmaz. A csomagokat szakemberek osztják ki a rászorulók számára. A mai napnak az a célja, hogy azokkal is foglalkozzunk, akik az intézmény rendszeren kívül vannak, hiszen van olyan szülő, akinek a gyermeke nem jár bölcsődébe, ő van otthon vele, és nekik is azért a mindennapi megélhetés időként gondot okoz. Tudjuk azt, hogy a munkanélküliség szinte már nincsen a térségben, ennek persze a közmunka is az egyik lehetséges kitörési pontja, de nem ezt tekintjük a fő dolognak, hanem magát az elsődleges munkahelyek megteremtését, és azok a szülők, akiknek a gyermekei még most otthon vannak velük, a nyár folyamán kapjanak egyfajta segítséget a kormánytól. Ez a mérföldkő ezen a mai napon, hiszen itt Vásárosnaményben, a Bereg szívében kezdődött el ez a program. A polgármester hozzátette, az itt élő családokat gyermekjóléti szolgálat és központ is segíti, továbbá új bölcsődét építettek kistérségi pályázati forrásból. Megmaradhat 2020 után is a közös európai agrárpolitika rendszere, de kérdéses, hogy mekkora lesz a támogatás Magyarországra eső része, mondta a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára a Kölcsei Televíziónak adott interjújában. Cerván György kifejtette, bár az uniós agrárpolitika keretei megmaradnak, valószínű, hogy a támogatások csökkenni fognak. A közös agrárpolitika az Európai Unió mezőgazdasági támogatási rendszerének a neve, amely a felzárkóztatási támogatásokhoz hasonlítható. A rendszer a termelőknek egy minimális felvásárlási árat garantál, és közvetlen kifizetéseket az ültetett növények után. A KAP keretében 2014-től 2020-ig 408 milliárd euró áll rendelkezésre, Magyarország ebből 12,3 milliárd euróval részesül, ami 1,9 milliárd euró emelkedés jelent az előző 7 éves ciklushoz képest. A támogatási rendszerünk az 2020 végéig az gyakorlatilag stabil, és 2015 óta működik ez az új támogatási rendszer, amiben a zöldítés a legújabb elem, illetve a termeléshez kötött támogatások rendszere. Kisebb változtatásokat tagállami szinten végre lehetett hajtani, ezek a jogszabályok megjelentek már,
ez a zöldítést, illetve a termeléshez kötött támogatások rendszerét érinti. Igazából itt olyan változtatásokról van szó, amelyek termelői igények vagy szakmai igények voltak, és az uniós jogszabályokkal szinkronban vannak. Ezeket vezettük át, ezek egyrészt jogszabályban megtekintetők, a zöldítéssel kapcsolatos módosítások, értelmezések, amelyek, hangsúlyozom, könnyítik a rendszer alkalmazhatóságát. Az államtitkár hozzátette, a közös agrárpolitikára hatással lesz az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból és a migráció hatásainak finanszírozása, mivel annak költségeit nem csak az egyes tagállamok, hanem a közös büdzsé is állja. A kötelezettségvállalásokat tekintve a KAP költségvetés 2020-ban a 2013-as évhez képest körülbelül 15%-kal fog csökkenni. Ami a 2020 utáni időszakot illeti, itt ezzel kapcsolatban még csak találgatások vannak igazából, majd jövőre fogunk tisztán látni, jövőre látjuk majd, hogy mekkora lesz a büdzsé, és azon belül a közös agrárpolitika büdzséje mennyi lesz. Nekem meggyőződésem, hogy a közös agrárpolitikát folytatni kell, ez Magyarországnak is érdeke, hiszen mi jelentős támogatási összeget kapunk, az össztámogatottsági arányunk az unió közös agrárpolitikai rendszerén belül közvetlen agrár, illetve vidékfejlesztési támogatások tekintetében 3,2%-ot jelent. Ez nagyobb, mint a magyar mezőgazdaság súlya az Európai Unió mezőgazdaságán belül. Célunk az, hogy ezt az arányszámot majd az új rendszerben is meg tudjuk tartani. A közös agrárpolitika modernizálásáról és egyszerűsítéséről az Európai Bizottság nyilvános konzultációt tartott, amely során a tagállamok állampolgárai mondhatták el véleményüket. A konzultáció eredményi a bizottság a nyár közepén a tájékoztatást, míg a KAP jövőjével kapcsolatos elképzelésekről hivatalos kommunikáció az ősz folyamán várható. Egységes informatikai rendszert vezetett be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház és egyetemi oktatókórház. Ezzel az országban elsőként sikerült megyei szinten létrehozni egy olyan egységes adatbázist, amelyre a 4 megyei kórházban ellátott páciensek kezelési adatai, kórelőzményei kerülnek fel. A hálózat kiépítése révén gyorsabb és gördülékenyebb lett a kapcsolat a kórházak között, a fejlesztés megkönnyíti a betegellátást. A megyében több település, Nyíregyházán pedig a Nyírségvíz ZRT víztornyán helyezték el ezeket a berendezéseket. A cég és a települési önkormányzatok a kórház rendelkezésére bocsátották tornyaikat, ezzel segítették a korszerű hálózat kiépítését. Ezek az eszközök mikrohullámú átjátszók, amelyek közvetítik a jelet, segítik az adatátvitelt a kórházak telephelyei között, hangzott el az új és egységes informatikai rendszer kiépítéséről szóló sajtótájékoztatón. A kórház önerőből 20 millió forintot költött a több mint 30 féle eszközre, amely a legmodernebb és biztonságosabb adattároló és feldolgozó rendszer. Azok a leletek, amelyek korábban különböző telephelyinken, különböző informatikai programokon voltak raktározva, azokat most egységesítettük, és bármikor hozzá tudunk nyúlni, tehát bármikor meg tudjuk nyitni ezt. Tehát a betegeknek a 15 évvel ezelőtti állapotaikban is tulajdonképpen az egész szint, tehát a kórház egységünkben lévő tagkórházainkban lévő informatikai adatállományozás egységesítve lett. Ez a gyógyítás gyorsítja a betegbiztonságot, és hát nem beszélve arról, hogy anyagilag is kedvezőbb. A mindennapi gyógyítás magas szintű informatikai hátteret igényel. A 4 telephelyen működtetett és már fél éve tesztelt rendszer illeszkedik a hamarosan országosan is bevezetésre kerülő elektronikus egészségügyi szolgáltatási térhez, amely jelentősen előmozdítja a betegellátást. Egyrészt gyorsabban lehet adatokat kezelni a rendszeren keresztül, másrészt konzultációkra is lehetőséget nyújt. Mindemellett a nyomon követhetőség fontos kritérium a betegek gyógyításában. A kórházak közötti információ áramlást segíti az egységes elektronikus rendszer. A megye kórházaiban közel 500 000 embert látnak el, az egészségügyi szolgáltatók hálózatba történő kapcsolása óriási előrelépés a betegellátásban. A Máté Szakai Kórházban egy általános, mondjuk belgyógyászati osztályon valami olyan problémát tapasztal a beteggel, ami miatt neki
idézőjelben magasabb ellátási szintet biztosító kórházba kell menni, az a megyei kórház. És evidens, hogy akkor a Máté Szaka környékű betegek, ha Nyíregyházára jönnek, akkor most már valóban nem kell a régi leleteket hurcolni magukkal, gyakran, ahogy igazgató úr mondta, erre nem is került sor, és már a Nyíregyházán fogadó orvos egyből látja azokat az eredményeket, amelyek a korábbi vizsgálati stádiumokban születtek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a vidék lakosságának, a Nyíregyházán kívüli betegeknek még fontosabb talán, és sokkal nagyobb biztonságban lesz az egészségük ezzel az informatikai fejlesztéssel, mint korábban volt. Az informatikai rendszer kiépítésének előkészítése közel másfél évet vett igénybe, mondták el a tájékoztatón. Az új rendszer biztonságos kezelésére több mint 1000 dolgozót tanfolyamokon oktattak. Baleset történt tegnap délután a 38-as számú főúton Virányos külterületén. Előzés közben egy személyautó vezetője elvesztette uralmát a jármű fölött és szalagkorlátnak ütközött. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. Több mint 100 zenei produkcióval várja az érdeklődőket a Les Fest Kisvárdán. A háromnapos rendezvény július 6-án nyitja meg kapuit. A programokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A hétvégén a férfi röplabda Európa Liga egyik csoportkörének ad otthont a nyíregyházi Continental Arena. Az argentin Juan Manuel Barrial által irányított magyar válogatott pénteken Dánia, szombaton Izrael, vasárnap pedig Ukrajna ellen lép pályára. 9 játékos távozik a kisvárdai futballcsapattól. A legutóbbi szezonban az NB2 harmadik helyén végző együttes fiatal labdarúgókkal szeretné feltölteni játékos keretét. A Kisvárda június 22-én kezdi el a felkészülést. Több mint 100 zenei produkcióval várja az érdeklődőket a Les Fest Kisvárdán. A háromnapos rendezvény július 6-án nyitja meg kapuit. Török László fesztivál igazgató a rendezvény hivatalos sajtótájékoztatóján kiemelte, a legnevesebb hazai és külföldi előadók kavalkádja várható, hiszen Emir Kusturicájék, a Tankcsapda, a Well Hello és több helyi zenekar is fellép majd a térség legnagyobb zenei fesztiválján. Ez a videó a tavalyi Les Festet idézi. Idén is fergeteges hangulat várható, hiszen gyönyörű környezet, 7 fesztivál helyszín és több mint 100 zenei produkció várja a július 6-a és 8-a között a kikapcsolódni vágyó zeneszeretőket. A rendezvény hivatalos sajtótájékoztatóján kiemelték, a Kisvárdai Fesztivált már országos szinten is jegyzik. 107 zenei előadás lesz, de ezen kívül cirkuszi artisták, tűzsonglőrök, akrobaták, kötéltáncosok is lesznek a fesztiválon, tehát azt gondolom, hogy a zene mellett is nagyon színes lesz az idejévi Les Fest. A fesztivál igazgató hozzátette, a legnevesebb hazai és külföldi előadók kavalkádja várható Kisvárdán. A teljes magyar headliner produkciók részt vesznek majd a fesztiválon, de ezen kívül Emir Kusturica, aki a Macskajaj filmzenéjét készítette, és ez, én úgy gondolom, óriási bulit fog csinálni szombaton, de mellette csütörtökön Sander van Doorn is fel fog lépni, egy holland DJ, aki a Tomorrowland-en is rezidens. De emellett nagyon sok érdekes kisebb produkció lesz, a Carbon Fools-tól kezdve a Bieber-zen át, a Nagy Feróig és az Oceánig. A rendezvény hivatalos sajtótájékoztatóján elhangzott, mintegy 30 ezer embert várnak a fesztiválra. Idén először sikerült önálló himnuszt írunk a fesztiválnak, amelyet Stermiszki Károllyal közösen hoztunk létre. Egy nagyon tehetséges fiatal énekes srác, aki egy magyar tehetségkutatóból már ismert lehet. Ő a Bihar Roland, ő lett az énekesünk. Megpróbáltuk a szöveget úgy megírni, hogy igazából több fronton megállja a helyét, tehát akár önállóan is, illetve magának a fesztiválnak azt visszaadni, azt a színkavalkárot, azt a sokszínűséget, vagy akár azt a zenei világot, amit mi majd képviselni fogunk itt a fesztiválon. A térség legnagyobb zenei rendezvénye július 6-án kezdődik Kisvárdán. A hétvégén a férfi röplabda Európa Liga egyik csoportkörének ad otthont a nyíregyházi Continental Arena. Az argentin Juan Manuel Barrial által irányított magyar válogatott pénteken Dánia, szombaton Izrael, vasárnap pedig Ukrajna ellen lép pályára.
A magyar férfi röplabda válogatott április végén Dunaújvárosban kezdte el a felkészülést, június eleje óta pedig Nyíregyházán edzőtáborozik a 15 játékos számláló keret. A csapat egy hazai és egy svédországi tornát követően Tallinnban játszott világbajnoki selejtezőket, az elmúlt hétvégén pedig Ukrajnában szerepelt az Európa Liga első tornáján. A szövetség elnöke szerint az előrelépéshez minél több meccsre van szüksége a válogatottnak. Amit kitűztünk célul, hogy 2019-ben két év múlva az Európa-bajnokságra kijutás, akkor már 24 tagú lesz az Európa-bajnokság. Ez egy nagyon ambiciózus cél, hiszen 2001-ben volt férfi válogatottunk Európa-bajnokságon, de én azt gondolom, hogy egy reális cél, ha tudjuk a feltételeket biztosítani minden területen, és itt említeném a TAO szerepét, ma lesz a parlamentben a szavazás, az egy óriási lehetőséget nyújt a szakmai háttér, az infrastruktúrális háttér erősítéséhez, ami a válogatott szerepléséhez is szükséges. A válogatott az első tornán Ukrajnában a hazaiaktól 3-1-re, Dániától 3-0-ra kapott ki, Izrael pedig 3-1-re legyőzte Juan Manuel Barrial együttese. A kapitány bízik abban, hogy hazai környezetben jobban szerepel majd a csapat. For sure we need improving. Az első és legfontosabb, hogy mentálisan fejlődjön a csapat. Röplabda tudásban nem kell fejlődni a csapatnak, azt csak ki kell húzni, mert nagyon jól tud röplabdázni a csapat, csak jelen pillanatban ezen a szinten még 40-45 percet tud. Röplabdában pedig előfordul, hogy két-két és fél órán keresztül folynak mérkőzések. A másik legfontosabb kérdése a hétvégének, hogy Németh Szabolcs sérülése miatt megtaláljuk azt a játékost, akit beteszünk a helyére, mert nagyon fontos láncszem esett ki a csapatból. És ugye nagyon motiváltak a játékosok, de mindenféleképpen karakterileg kell megtalálni a játékos, nem pedig röplabda tudásban. A válogatott újonca, a kaposvári Kín Cameron azt reméli, hogy Nyíregyházán a válogatott kiharcolhatja a továbbjutást. Biztos vagyok benne, hogy azért a hazai környezet nagyon sokban fog nekünk segíteni. Ugye én nem nagyon voltam még ilyenben részem, tehát én most első évemet töltöm itt a felnőtt válogatottban, de mindenképpen úgy gondolom, hogy felemelő érzés lesz a hazai környezet előtt játszani, és bízom, hogy jól fogjuk venni az akadályokat, és tovább tudunk jutni. A magyar válogatott pénteken Dánia, szombaton Izrael, vasárnap pedig Ukrajna ellen lép pályára a Continental Arénában. Az Európa Liga másik csoportjában Albánia, Azerbajdzsán, Macedónia és Svédország szerepel. A két csoport legjobb három együttese jut a házigazda dánok mellett a sorozat fináléjába. 9 játékos távozik a kisvárdai futballcsapattól. A legutóbbi szezonban az NB2 harmadik helyén végző együttes fiatal labdarúgókkal szeretné feltölteni játékos keretét. A kisvárda június 22-én kezdi el a felkészülést. Az NB2-ben megszerzett bronzéremmel fennállása legjobb eredményét érte el a kisvárdai futballcsapat, igaz az együttesnek az utolsó fordulóig esélye volt az élvonalba kerülésre. A klub vezetés és a szurkolók nem élték meg tragédiaként azt, hogy a másodosztályban marad a kisvárda, mivel még nem készült el az új stadion, így az NB1-ben albérletbe kényszerült volna a csapat. Révész Attila szerint, aki a szakmai munka irányítása helyett a jövőben a klub vezetésére koncentrál majd, elégedettek lehetnek azzal, hogy a 2016 és negyedik helyhez képest előrébb léptek a tabellán. Igaz fejjel már egyértelműen mondhatom, hogy nagyon jó szezon van mögöttünk. Talán egy picit több is kijött eredmény tekintetében, mint ami a csapatban benne van. Habár menet közben nagyon jól összeállt a társaság, és a hazai pályán elért 9 győzelem azt mutatja, hogy valamit azért otthon ellentétben az őszi szezonnal jól csináltunk. Viszont az idegenbeli szereplésünk az korán sem volt olyan jó, talán azért, mert más stílus váltottunk, illetve idegenben is többször domináltunk, ennek ellenére nem sikerült a mérkőzéseket a magunk javára fordítani. Viszont ha figyelembe veszük azt, hogy több olyan együttes volt mögöttünk, amelyek határozottabban kijelentették, és talán reálisabban is, ott, ha nézzük, akkor talán ott kellett volna lenni az élmezőnyben, akkor, hogy őket megelőztük, azt mondom, hogy ez büszkeséggel tölthet el minket. Jelen állás szerint 9 játékos távozik Kisvárdáról. Macsa Patrik és Talabér Attila kölcsönszerződése lejár, Iváncsis Alex, Mincér Tibor, Erős Gábor, Horváth Adrián, Fodor András, Szabó Péter és Rajci Péter pedig különböző okok miatt már nem fér bele a szakmai stáb elképzeléseibe. Érkezési oldalon egyelőre a szolnoki kapus Molnár Tamás neve említhető. Meghatározó játékost nem engedtünk el, a stabilitásunk megmarad, de ugye nagyon fontos tényező, hogy változik a fiatal szabály. Tavaly 96-os labdarúgónak kellett a pályán szerepelnie kettőnek, most kettő fiatalnak, viszont 97-esnek és 98-osnak.
ami azt jelenti, hogy legalább 6-7 fiatal játékos kell a keretbe igazolnunk, úgyhogy akik távoztak, azok helyére most fiatalokat keresünk, hogy honnan, azt még nem tudom. Bízom benne, hogy a Munkácsi Akadémiánkról már több játékos be fogunk tudni hozni, mint a ugye legutóbb is a három kinti, a Helyaráskó és a Toma Gyuri, már onnan jött és erősítette a keretünket. A Kisvárda június 22-én kezdi el a felkészülést az új vezetőedző Kondás Elemér irányításával. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Ételcsomagot kapnak Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdúbihar és Borsodabói-Zemplén megyében élő 3 évnél fiatalabb, hátrányos helyzetű gyermekek egy uniós támogatású program segítségével. Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára Vásárosnaményban jelentette be az ételosztás első helyszínén. Megmaradhat 2020 után is a közös európai agrárpolitika rendszere, de kérdéses, hogy mekkora lesz a támogatás Magyarországra eső része, mondta a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára a Kölcsei Televíziónak adott interjújában. Cerván György kifejtette, bár az uniós agrárpolitika keretei megmaradnak, valószínű, hogy a támogatások csökkenni fognak. Egységes informatikai rendszert vezetett be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház és egyetemi oktatókórház. Ezzel az országban elsőként sikerült megyei szinten létrehozni egy olyan egységes adatbázist, amelyre a 4 megyei kórházban ellátott páciensek kezelési adatai, kórelőzményei kerülnek fel. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 13-án kedden. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd önöket, tudósításainkat megtekinthetik honlapunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, 1-2 fokkal hűvösebb, többnyire száraz levegő áramlik térségünk fölé, az éjjel többnyire gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7-13 fok között alakul. Holnap napközben a gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, kis eséllyel 1-1 zápor előfordulhat, az északnyugati szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25-27 fok között alakul, hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön még napos, csapadékmentes idő várható, majd pénteken egy hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, nagy területen megerősödő, szombaton pedig már viharossá fokozódó széllel, a hétvégére több fokkal csökken a nappali felmelegedés mértéke.